Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jól esik olyan műsorban beszélgetni, mely műsorban most kivételesen segíteni szeretnénk gyermekeknek. Olyan gyermekeknek, akik nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, ugye nyilván itt anyagilag gondolunk, sok esetben családilag is, akik tényleg nagyon-nagyon sok minden olyat, ami nekünk mondjuk alap volt gyermekkorunkban, vagy a mostani gyerekek nagy részének alap lenne, nem nagyon tudnak megtenni financiális okokból. Egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés látott napvilágot, hogy ezeket a nehéz sorsú gyerekeket, nyilván nem mindegyiküket, kivinnék Finnországba a Mikuláshoz. Főleg azért érdekes a történet, mert egy nagyon-nagyon ismert művész, egy ismert humorista, Ivos József fővédnökként eme kezdeményezés mellé állt. Két kedves vendéget köszöntök itt a stúdióban, Fekete Zsuzsannát és Ivos Józsefet. Sziasztok, köszöntelek bennetek. Szervusz, és köszöntjük a kedves nézőket mi is. Igen. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Beszéljünk először, megengeded a hölgyről, Zsuzsannáról. Igen. Mesélj egy kicsikét magadról, hogy milyen alapítványnak vagy te a tagja, milyen alapítványnak vagy te a vezetője, és hogy jött ez az ötlet, hogy a gyerekeket kivinnétek Finnországba? Hát a mi nevünk az elég hosszú, Velencei és Velencei tó környéki nagycsaládosokért és rászoruló családokért alapítvány. Ezért mondtad el te is, nem én. Igen. Igen. 3 éve dolgozunk már Velencén és a tó körül, és hát szeretnénk mindig olyat tenni a gyerekekért, amit egyébként ők nem tudnak, vagy a szülők nem tudják nekik megvalósítani, és azért egy ilyen finnországi út a jólupukkihoz, azért az egy örök emlék maradna mindenkinek. Ez így van. Adódik a kérdés, hogy ti hogy találkoztatok Ivos Józseffel? Hogy került ő a képbe mondjuk eme rendezvény kapcsán? Hát a Józsi fellépett nálunk tavaly decemberben, mert mi rendezzük a városi Mikulás ünnepséget már 3. éve, és vendégként hívtuk meg a Józsit. Én az ő műsorán nőttem fel, úgyhogy nekem én nagyon szerettem a Józsit, és azért gondoltam, és egy teljesen közvetlen ember, mindenről tudunk beszélni, és én azért szerettem volna őt választani. Ez érdekes dolog, mert hogy kerestem ide a média udvarba a bejáratot, elég bonyolultan lehet, hogy csak a Bregyó közön, vagy parkon igen, keresztül van, majdnem hozzátok bejutni, és egy kedves fiatalember, bitilis fiatalembert kértem meg, hogy be lehet ezen a kis úton jönni itt hozzátok, és Patakpart mellett jól emlékszem. Így van. És hogy rám néz, azt mondja, jaj, Józsi bácsi, magán nőttem föl. Most a srác volt, hogy 2 méterre, mondom, jó sokat nézhetnél. Sokat épültél. Igen, rajtam nőttél fel. Valóban így van, egyébként nekem van egy kis ide gyökerem is a Velencei tóhoz, hiszen lassan 20 éve, hogy van egy kis faházam nekem Agárdon. Na, azt nem is tudtam. Egyébként sok hírességnek van. Igen, sok hírességnek, sőt volt egy időszak még a korábbi éve tizedekben, amikor divat hely lett, vagy volt ugye a művészvilágban Algárd és Velence, meg a Velencei tó környéke, de ugye az most egy kicsit most alább hagyod, de én azért kitartok továbbra is, és megtartottam a kis házamat, egy kis oroszos faházamat, úgyhogy nagyon aranyos történet mondott a szomszédom egyszer, mondja, amikor ide költöztél 20 évvel ezelőtt, akkor néha megálltak ilyen nyugdíjas buszok, és mutogatták, hogy ez a Katóréni háza, de igen, úgyhogy ez így jött. És a Zsuzsika, mikor engem megkérte erre, nyilván azért is örömmel jöttem, mert a Velencei tóhoz kötődik a dolog. Egy kedves kis program volt egyébként, és az volt az érdekes, hogy vegyes közönségben gyerekek is voltak, igen. És a gyerekeket is le tudtam úgy kötni, mert igazából az én műsor nem gyerekműsor. De aranyosan, kedvesen megpróbáltam megtalálni, hogy hogyan lehet a hangot. És olyan drágák leültek, és végig a műsoromnak aktív részesei voltak. Ez nagy dolog egyébként, mondják, gyerekeket a legnehezebb lekötni, főleg ugye egy olyan embernek, aki mondjuk inkább a felnőttekre szakosodott, mondjuk, hogyha nézzük a műsor számait, és a gyerekek a legőszintébb közönség, tehát a tetszik, kimutatják, nem, akkor vége. Hadd mondjak el egy példát, éppen most valamelyik nap műsort vezettem, nem tudom, hogy szabad itt, egyik televízió nagyon híres, nagyon régóta műt televíziós sorozat. Tökéletes. Ez így megfogalmaztam így. Na és ebben, hogy jönnek fel a szereplők, úgy a gyerek, ekkora kis óvodájú gyerek így néztek, és kiabálták a szereplők neveit. A szereplő neveit szabad mondani, csak persze, így, persze. Hogy kiálltak, hogy Vili bácsi, bár a szereplőket. Jön a másik szereplő, Laci bácsi, én is jöttem fel mikrofonra, Shrek bácsi. Hát igen, nyilvánvaló. Engem is ismertek valahonnan. Na, lényeg az, hogy gyerek
gyerekkel én nagyon-nagyon jó viszonyban vagyok, voltam is mindig, de valami, én egy gyerekkedvelő ember vagyok, egy pedagógus lenne az egyik diplomám is, tanítóbács is lehetnék, és meglepően én jól tudom kezelni a kisgyerekektől kezdve, vagy nyilván a nagyobbacskákat is, most is néha óraadóként, de főleg most a nagyobb lányokat. De gyerekes, jó vagyok. De lényeg az, hogy jobban vagyok, de lényeg az, hogy aranyosan alakult ez a dolog, és kialakult köztünk egy ilyenfajta kommunikáció, és mikor ez a lehetőség adott, akkor nekem azért is szívügyem, mert én egy falusi kis gyerek voltam, aki mindig arról álmodott, hogy egyszer utazhatok, jöhetek, mehetek a világba, és sose gondoltam volna, hogy egyszer eljutok tényleg világ különböző pontjaira a magam kis eszközeivel. És nagyon szeretném, hogy, és azért is örültem ennek a megkeresésnek, hogy, hogy adna egy kis hitet, hogy, hogy minden gyerekből lehet még bármi, és segíteni kell azokban a kis pontokban, ahol még most még tudunk ebben a dologban, hogy, hogy tényleg teljes értékű életet éljünk le, mert borzasztóan fontos a gyerekkor. Így az ember már 60 fölött is én vagyok, így gondolom végig, hogy milyen jó az, hogy akkor azok történtek, és milyen jó azok, akik segítség voltak az ember életében, és nagyon nagy kár lenne, hogy ez sok kedves, csillogó szemű, értelmes, értékes kis emberkének ne legyen meg ez a lehetőség. Én nagyon szeretnék segíteni ebben. Azért is nagyon fontos, hogy itt vagy, mert hát nagyon-nagyon sok művész, nagyon sok ismert ember tényleg tudjuk, hogy jótékonykodik, de ugye te példáddal még jobban megmutatjátok azt, hogy, hogy tényleg ez nagyon fontos, és érdemes egy ilyen társadalmi küldetést felvállalni. Én borzasztóan gondolom, hogy így van, mert ezt az ember csak akkor érzi igazán, mikor látja a gyerekén azt a fajta hálát, azt a fajta csodát, az örömet. Szóval ennél szebb dolog nincsen, mert tulajdonképpen tudod, az én szakmám is olyan, hogy, hogy tulajdonképpen már egy idő után nem is tudom, miről szól a szakmám. Tehát nem arról szól már, te életed, hogy elmenj, és akkor jaj, akkor most mennyit fizetnek, és igen, akkor mi az úti költség, hanem hogy örömet szerez az emberek, ott legyél, és tehessed azt, hogy hogy lássad a másik embernek, abból táplálkozok én is, abból az örömből, a közös örömből, ami ott történik, és a gyerekek a leghálásabbak, ők azonnal visszaadják ezt, szóval nem trükköznek, nem viszik haza, és otthon nevetik ki magukat, hanem ott, abban a pillanatban történik ez azonnal visszajelzők csatolás. És ez a csodálatos a dologban. És hogyha mi ebben tudunk, én picikét tudok segíteni, egy kis dominóval oda tud tenni mindenképpen, és nagyon-nagyon szeretnénk, és kérjük is a főleg a regióban élő kedves vállalkozókat, cégeket, hogy álljanak mellénk, legyenek kedvesek. Nem valószínű, hogy nekünk most az országos felhívást kell tennünk ezzel, vagy mit tudom én, Mágocsorsó, Mocsoládi valami céget kéne megkeresnünk, hanem itt kell Fejér megyében megtalálunk azokat a kedves segítőkész akaratokat, hogy bennünket egy kicsit ebben segítsenek, mert ez meg fog ezt érülni, és azt gondolom, hogy ezzel tudunk egymásra példát adni, hogy egy kis emberség kéne, mert tényleg megváltozott a világ, annyi minden jó van ebben a világban, csak valahogy nem lettünk jobb emberek, és ez nagyon nagy baj. És azt gondolom, hogy ezekkel dolgokkal tudnánk egy picit magunkban is érezni azt, hogy na valamit tettünk a világért, valami jó cselekedetünk, valami jó dolog, és akkor talán másként látjuk, adjuk ezzel mindent. Szóval tudod, ez olyan fordulok, hogy például ma reggel jöttem a barátom a Soroksára, és nem adtam meg majdnem egy elsőséget a helyen, és utána mentem a pasi után, leállítottam, mondom, ne haragudjon, nagyon szidott, ugye, az igen. Mondom, ne haragudjon, elnéztem ezt, hogy ezért, uram, semmi baj, oké. És látom, hogy visszajön a kocsi, most már nyugodt. És ő már nem azzal a sunggal megy tovább, hogy a franc, egyen meg, hogy csak én is ilyen leszek, hanem kioldottam vagy belőle. És néha ezek a lelki kihódások fontos az ember számára. Nem csak ilyen szituációban, nem abban is, hogy valamit teszünk valakiért, hogy adjunk valakiért. Éppen a kedves barátommal beszéltünk arról, aki most itt képernyőn kívül ott ül, hogy azt mondja rólam, hogy te tudod, milyen gondolkodtam, hogy te ilyen önzetlen pasi vagy, segítőkész önzetlen. Sokan visszaértek ezzel az életemmel. Lehet, de én mindig hiszek abban, hogy azért nem azok kell mindig gondolkodni, ami rossz volt az életben, hanem mindig előre kell gondolni. Valami, wir sind auf etwas Gutes geboren, azt a Schiller mondta, jól emlékszem, de lényeg az, valami jobbra születünk, tehát valamit mindig az visz előre bennünket, hogy beülünk reggel a kocsiba, vagy fölkelünk, belőpünk a papucsba, vagy cigi, vagy kávé, vagy zuhany, elindul a nap. És amikor bedugom a lábam papucsba reggel, akkor már optimista vagyok, igen, mert akarom a napot. És akarom, hogy szebb legyen, jobb legyen, valami történjen. És hogyha ez a dolog most, ez eszköze az, hogy ezeket a kis gyerekeket örömhöz, élményekhez, egy kis szereti tudáshoz, mert ez is fontos, tudjuk juttatni, akkor tegyük már meg. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos. Technikailag ez hogy néz ki egyébként? Tehát aki most nézi a műsort, a fehérvári beszélgetéseket, azt mondja, hogy igenis segíteni szeretnék, ő mit tud tenni?
tud utalni a számlaszámunkra, amit természetesen gondolom tőletek majd megkaphat, illetve nem feltétlenül ragaszkodunk. Közösségi médiában is esetleg megtalálnak benneteket? Facebookon van oldalunk, igen, hát ezzel a hosszú névvel vagyunk fönt. Könnyű megtalálni minket, mert ilyen nincs még egy a Facebookon. És ott is fel tudja velünk venni a kapcsolatot. Igazándiból mi nem ragaszkodunk a készpénzes adományhoz. Mi örülünk, hogyha a repülőjegyet megveszik nekünk, tehát már ez is nagy segítség. Hatalmas nagy segítség. Így van. Ugye a gyerekekről van szó, mindig rádió műsorban is rengeteget foglalkozunk Y-Z generációval, és akkor ugye mindig jönnek az idősebbek, bezzeg a mai fiatalok, de a mi korunkban a mostani gyerekek. Ti hogy látjátok a mostani gyerekeket? Többek szerint vannak olyan érzések, hogy el vannak rontva, többek szerint nincsenek elrontva. Ti mit gondoltak a mostani fiatalságról, mondjuk, hogy 18 éves korig bezárólag nagyjából? Én a kicsikkel kezdődik nemrég egy helyen, bocsánat, hogy ilyen emlékeimet veszem elő, nemrég felléptem egy kedves kis, hát nagyobb községben, inkább nem is kis község volt, és iskola igazgatónővel beszéltem pár szót, és mondtam, milyen szép komputer termék van, laptopok, minden fő voltak sorakozva, és mondja, hogy hát igen, sajnos most az van egy kis rendszerhibánk, és mondom, milyenkor mit szoktak csinálni? Hát beszólunk itt a rendszer gazdának, és akkor meg szokta javítani. És mondom, hogyha nagyobb a gond, hát akkor a városban van egy, aki rendszert fenntartja, és ha annál nagyobb gond van, akkor felhívjuk a harmadik osztályosokat, és ő megjavítja. Na most gyakorlatilag, hadd mondjam el, csak egy más, ugorjunk egy pár korosztály följebb, óraadó vagyok médiaiskolában. 20 éves, 24 éves fiatalok, fiúk, lányok ott ülnek, egy kislányt kérdezem, mondom, hogy nem tudtál fölkészülni? Azt, hogy a tanárra megmondom őszintén, én még járok a BGF-re, meg most jelentkeztem a jogra is, és mellette akarom ezt a kettőt párosan végezni. És mondom, és harmadik év felvételre, miért? Igen. Három felső oktatási intézmény végez egyszerre, és volt, aki már két felsőfokú nyelvvizsgája, és nem több 23 éves. Miért kell ez? Igen. Nem csak az, hogy miért kell ez, hanem ez egy döbbenet, hogy mi minden képes beleférni. Igen. És mondom, és el tudtam menni valahol táncolni, valakivel jó mozítani? Ez persze. Tehát én például most nem tudom elképzelni, én bevégeztem, hogy találkozott a főiskolát, majdnem belegevettem, és örültem, hogy egyet tudok végezni. Hát akkor hogy tudja ez még csinálni igen. Ezt? Szóval, hogy mondjam, én azt gondolom, a mai fiatalok nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, nagyon okosak, semmivel nem rosszabbak, mint mi voltunk, sőt, sokkal többet tudnak ugye bizonyos dolgokról, és azt gondolom, hogy a fiatalokat nem szabad így idősként le degradálni, vagy lenni, hogy bezzeg a mi időnkben. Mi időben mi is jön ilyen. Voltam, persze. Csak mások voltak a technikai eszközök, mások voltak a lehetőségek, és ők ezt is jó használják, kihasználják. Azt egy kicsit sajnálom, hogy sokan túlképzettek, és nem igazából találják meg a helyüket. Tehát valahogy nekünk a helykeresés az könnyebben ment. Igen. Nyilván régi rendszerben tudjuk a megoldását, most nehezebben megy. Találkoztam most nemrég valahol külföldön fiatalokkal, egy nagyon nagy csoport magyar fiatallal, akik fiatal házasok, akik gyakorlatilag egy utca kiköltözött London mellé, Leedsbe, és gyakorlatilag ők ott építik az életüket, mert adósságba kevertek ezért, és gyakorlatilag kitelepültek. Ezt sajnálom. Ez a sok fiatal embert, aki két diplomával mosogat egy londoni étterembe, ezeket sajnálom. Ezeket itt haza kéne újra csábítani. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb haza is fognak jönni, mert azért ez működik ám azért. Nagyon morbid dolgot mondok. Ezt most elmondom. Ezt nem más tévében nem mondtam, mert itt most elmondom, mert egy családja szép is tévé. Köszönjük. Tényleg, hát királyi városban királyi tévé. Ez az igazi királyi tévé, szokták mondani. Igen, le van porolva, tényleg. Igen, takarítanak, tényleg. De komolyan tényleg azt szoktam mondani, hogy a világ egy hangya számára ez a földgömb, ugye. Na most hát végül mondjuk, akkor minden relatív. Elmentem Amerikába és New Jersey-be találkoztam valakivel, egy kedves hölgyel, aki kint takarít. És mondom, hány diplomád van, az a kettő, hány nyelv, mindegy, figyelj ide, és van honvágy, nagyon nagy. És hogy oldod meg? Hát azt mondja, a szüleimnek a fényképe kint van mindig az ágyamnál, és azzal kelek, és családom, minden van, és akkor nagyon nagy honvágyam van. És most már nincsen, hogy oldottam meg? Kivettem a fotót, és beraktam az adósságpapíromat, és most már egészen jól vagyok. Jó, igen. Tulajdonképpen az igazság az, hogy én azt gondolom a mai, de visszatérve a kérdésedre, a fiatalok, épp olyan fiatalok, mint mi voltunk, a fiatalság az mindig egyformán működik szerintem. Az embernek van egy bájuk, diák évek és fiatal éve, aztán minden másról kell szólni, és ebben kell segíteni annak, hogy ez a másról szólás, ebben mindjárt megtalálják önmagukat, és boldog,
egészséges és szép életet élő emberek legyünk. Így van, így van. Mert a legfontosabb, és ezt picikorban kell kezdeni, és nem véletlen vagyunk mi ezért itt, hiszünk ebbe. Igen. Te hogy látod, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk anyagilag tehetősebb szülőkkel rendelkeznek, ezt szép magyar szellemi magaslattal kezdeném, ők máshogy működnek, másfajta gyerekek, mint azok, akik mondjuk szegény sorba élnek, akikkel mondjuk te találkozol mondjuk így napi szinten? Nem. Tehát, nem. A gyerekek ugyanazok. Ugyanúgy megvan a sajnos próbálnak a szegényebb gyerekek felnőni a gazdagabb gyerekekhez. És ugyanúgy bennük van a vágy, hogy nekem is kellene egy kicipő, vagy ha éppen valahonnan kapná egy kicipőt, akkor ő már azt leszólja, aki nincsen. Igen. Tehát abszolút egyformán működnek a gyerekek, akár szegény, akár gazdag. Azon gondolkodtam, hogy lesz ez az utazás, remélhetőleg sokaknak összejön. Ez technikailag hogy fog kinézni? Tehát felültök a repülőre, landoltok Finnországba. Igen. Aztán utána, mit tudom, egy ottani csuklós helyi járatta, oda buszoztok, vagy rénszarvassal. Dehogy rénszarvasszánnal, huskyszánnal. Tényleg? Igen, én azt már kinéztem. De egyébként, ahol kinéztük a szállást, az körülbelül 100 kilométerre van Rovaniemitől, ahol a Mikulás lakja van. Oda busszal fogunk tudni átmenni. Igen. Oda átmegyünk, eltöltjük a napot, visszamegyünk a szállásra. Másnap pedig egy városnézést terveztünk, harmadnap megjövünk haza. Tehát ez 4 nap, 3-5-ig, november 3-5-ig tervezzük. Utazás, Mikulás, városnézés, utazás. Ugye ez rengeteg öröm, mert ugye a repülővel utazni nyilván nagyon nagy öröm, nyilván ilyen szállón utazni nagyon nagy öröm, ott a Mikulás, ott egy másik ország, másik kultúra, tehát nyilván itt öröm cunami lesz a gyermekek számára. Igen. Ugye a Mikulás kapcsán nektek vannak egyébként valami olyan emlékeitek, amiket így megőriztetek mondjuk gyermekkorotokból, ami azért megmaradt az emlékeitekben, ami úgy előjön gyakran Mikulás közelettével, vagy akár karácsony közelettével például? Hát hogy ne lenne, gondolom mindegyiknek van. Ugye én kisfaluban nevelkedtem, ahol abban az időben tényleg óriási havazások voltak, és emlékszem rá, hogy meglátogattam az összes nagyszülőmet a nagy hóba, egy kis utakon keresztül jövegettünk meg, és nagyon vártam, hogy milyen ajándékot kapunk. Ez nekem mindig ezek a nagy havak és a nagy szép karácsonyok voltak az életem folyamán, ezek mindig megmaradnak bennem. Én azt gondolom, hogy a karácsonynak érdekes dolog, milyen az emberi agy, van egy illata. Tehát, és az emberek az agyában ez benne van, és a karácsonyi beszélnek, nekem mindig ott van az a kalácsos, fahéjas, alma, sültalmás, stb. Szoloncukor illatú, esetleg mit tudom én, csillagszóró füstös, azért tegyük hozzá, csillagszóró érdekes folytató füstös szokott lenni, szóval is benne az emberbe, de tényleg ezek, én szerencsés ember vagyok, mert gyerekkoromban én csodálatos karácsonyokat élhettem át, és nem voltunk túl gazdag az én szüleim, vagy nem olyan túl tehetősek, de édesapám kocsmáros volt a faluban, adott a fórum Romanum, ugye, és akkor gyakorlatilag ott azért, hogy viszonylag hogy jó kis életet tudtunk élni, falusi életet, falusi gyerek voltam, ezt így teljes egészében ki is tudtam élvezni. Hol nevelkedtél? Somogy megyében, egy Beleg nevű községben. Beleg nevű községben, ez nem tudom mennyire tetszik ismerni, ez Kaposvár is Nagyatád között van. Ott éltem, és gyakorlatilag 14 éves koromig, és nekem az a 14 éves borzasztóan fontos időszak volt. Megmondom őszintén, hogy olyan fajta sztorim, Mikulás sztorim, egyéb dolog nincsen, mert... Nem osztod meg a szakállát. Ezen gondolkodtam, hogy igen, ja bocsánat, egyszer volt az, hogy a Mikulás kisgyerek voltam, és a Mikulás bácsi, hogy adott egy különböző dolgokat, és én azt mondták nekem, hogy a Mikulás bácsi biztos elrejti a palástja alá a fontosabb ajándékokat, és én egy kisgyerekként oda mentem, és megpróbáltam megkeresni. Na most nem ez volt a baj, az, hogy ez egy nő volt a Mikulás, én nem tudtam az óvónéni, ami aztán ugye hát a... Melbenizmos volt a Mikulás. Igen, hát most hogy fogalmaztam, igen. Szóval rosszkor rossz helyre nyúltam, azt szokták mondani. Na, ennyi a történet, semmi más egy dolog nincs, és utána sok egy csúfoltak ezzel. De lényeg az, hogy más egyéb ilyen Mikulás élményem nekem nincsen. Hát engem még nem kértek fel, hogy Mikulás legyek, ha már most már hozzáöregettem a Mikuláshoz. Különben tényleg milyen szerencsés vagyok. Idén megoldhatjuk. Igen, megoldhatjuk, mondta Zsuzsika. Tessék, már megvan a következő fellépésem. A Zsuzsival megbeszéltük. Lassan hozzáöregszem Katolinihez, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok. Nem kiöregszem, mert hozzáöregszem a Mikulához. Szóval, de mindenképpen mindig én is várom. És hát nekem a karácsony meg a Mikulás az nekem az mindig egy ilyen érdekes kis misztikus dolog volt. Ez így van. És szerintem az minden emberben ez így van, ez a felnőtt korban is. Persze. Zsuzsi, neked van valami esetleg még Mikuláshoz, karácsonyhoz köthető emléked, vagy hogy zajlott ez? Hát igazándiból
mi mindig szűk családi körben ünnepeltük a karácsonyt, hát nyilván mi is vártuk mindig, hogy szóljon az a csengő, mert mindig ki voltunk zárva a konyhában, míg anyu földíszítette a fenyőfát, meg kipakolták segített az ajándékokat. Segített a Jézuskának, gyerekkompatibilisen, ezt úgy szoktuk mondani. Igen. Igen. Igen, ezt igazándiból mióta gyerekeim vannak, azóta élvezem én is ennyire ezeket az ünnepeket, meg mióta ezt az alapítványt csináljuk, ugye vannak nekünk Mikulás meg karácsony programjaink, ahol például úgy hívjuk, hogy angyalkerestetik, amikor ugye majdnem minden évben 100-200 gyereket ajándékozunk meg, úgy, hogy mindenki, tehát mindenki ajándékoz mindenkit. Tehát ír egy kis cetlit a gyerek a kívánságával, egy vadidegen ember leveszi, megveszi neki az ajándékot, és van egy ünnepségünk advent utolsó vasárnapján, amikor mint egy nagy család átadják az ajándékot a gyerekeknek, a vadidegen ember a vadidegen gyereknek. Az egy nagyon szép dolog tényleg, meg ugye hát példamutató mindenképpen. Igen. Hát lassan a műsor végéhez érünk, nagyon hamar elmegy a műsoridő. Hát meg kell kérdezem mindenképpen, hogy mi újság van Kató nénivel, Jós Józseffel mostanában. Gyakorlatilag most egy önálló kis műsorral jelentkezgetek a egyik kis televízióban, ez egy zenés televízió, ahol országosan fogható vagyok. Füre lépni ihos, ez az én kis műsorom címe. És gyakorlatilag ez most már 2 éve, hogy megy. Zenét próbáltam vegyíteni, mivel zenét csatorna a humorral, és igazából az a kevesen tetszik tudni rólam, ugye, hogy igazság szerint zenés paródiákkal kezdtem én az életemet. Aha. Az én első zenés paródiám, az első bemutatkozásom, az a Váci főtéren volt a Rátóti Humorfesztiválon, és most figyeljél, 9500 ember nézte végig a műsoromat. Az első koncertem, idézőjelben koncertem, 9500 ember. Na most, aki azt gondolja, hogy ez egy marhaság, ez nem az, ugyanis az Amatőrök elkezdődik című műsornak a bemutatója az délután kezdett 2:30-kor, és 5 órakor pedig, amikor lejöttünk a színpadról, azonnal indult a színpadra 1979-ben Kabir Bedi az Szándokán élőben. Itt volt Magyarországon vendég. Na most a 9000 ember a Szándokára jött össze, mindenki várta, hogy én már 2 órán voltak meghallgatni bennünket. Na tehát ilyenek volt, ami nagy bandó, aki még rajzolt, én, aki gitároztam. Tehát én teljesen pályakezdő humoristaként akkor őt próbálkoztam, és később is az első paródiáim, azok zenés paródiák, mert szerzőként, ugye? Azért vagyok én szerző, azt viszont hadd mondjam a nézőnek el, mert én semmit nem tudok fejbe tartani, tehát nem tudom megjegyezni a számokat. A színi főiskolán is azonnal kirúgtak, mert nem tudtam az első monológot sem megtanulni, sőt az egész felvételimben tulajdonképpen 3 mondatot tudtam talán elmondani. Én ezt átérzem, ugyanilyen vagyok. De akkor például a számaidat az hogy jegyzed meg mondjuk egy fellépés alkalmával? Borzasztóan kínzódom vele, borzasztóan sokat kínlódom vele, mire ez működik. Általában... Rögtönzöl nagyjából? Tehát akkor lehet mondani, amikor én fellépésre sokat kell rögtönözni, mert sokszor elfelejtek dolgokat. Ugye akkor hirtelen gyorsan ki kell találni valamit. Szóval nekem nincs ilyenfajta memóriám, ez egy ilyen adottság nekem, sajnos egy nem pozitív adottság, úgyhogy ilyen szempontból borzasztóan nehéz. Hát kérdezem, amikor magyar történelmi szakot kell elvégezni, akkor borzasztóan nehéz, mert ugye történelemben rengeteg évszám van, valahogy kötni kell. Tehát én nagyon sokat maggoltam és szenvedtem emiatt, mert nem tudnak igazából megkötődni logikusan bennem ezek a dolgok. Saját számom is, olyan, mint a más adná elő, úgyhogy ilyen szempontból érdekes. Az 51. randi című filmet ugye szokták ilyen kormányozni. Igen, na körülbelül úgy tessék elképzelni engem, de én saját számaimból vagyok, innen pedig egy személy. Minden reggel bemutatkozom a tükörbe magamnak, illetve kírom. Nem ilyen jellegű, felismerem magam egyébként általában. Persze tükör válogatja. Igen. Az első találkozás az ember, azt szoktam mondani, hogy az ember elmúlik 50 éves, akkor érdekes, ez a kedves férfi néző talán megérti, hogy az ember föl kell 50 évesen, milyen jó érzem magam, zuhany, borotva, kis illatszer, ez az, Kígyó utca, Bárci utca, sétálgat a pámbám, és nézd egy kiragadba oldalt, mondom, ki ez a kopasz, tokás, pasi itt, ki jön velem paralel, és úgy mozog, mint én. Még először próbálom így mozogni, hogy hát, hogy elvéti, de nem, az én vagyok. És akkor döbben az ember először ráarra, hogy úristen, hogy elhagy az ember magát. Tehát belül egészen mások, mint kívülről. Na de visszatérve a kérdésed, de nagyon sokat dolgoztam most a nyáron. Hál' Istennek megdöbbentem azon, hogy az én korosztályom még mindig azért úgy, hogy benne van a köztudatban. Igen. Mert tudod, úgy vagyok ezzel, hogy sokszor hívtak például stand-up-olni, hívtak rádiókabaréba ide-oda, bejöttem egy rádiókabaréba, és ezt végighallgattam. És azt mondtam a kabaré szerkesztőnek, gyerekek, köszönöm a meghívást, de
ez már nem én, ez nem az én világom most igen. már. Megmond, nem azért, mert mit tudom én most nagyon rossz dolgot csinálok. Amikor én a televízióban, a rádióban aktuális voltam, akkor arról a Magyarországról, a rendszerváltásról, a rendszerváltás időszakról, mi kitaláltam sokféle kis maraságot, ami akkor aktuális volt, érdekes volt, remek színészek adták elő, és akkor ez működött. Most más világ van, most gyakorlatilag másként kell megszólalni, és gyakorlatilag ezt a fiatalok jobban tudják. Ügyesebbek, gyorsabbak. Régen kiálltak elérdezői, megfogta a függönyt, és mondott 25 mondatot, és a 26-on nevettél. Jött egy másik generáció, a Mikes Somogyék, kijöttek, mondtak 3 mondatot, negyedik mondatot nevetti. Jött egy újabb generáció, Nagy Bandó, Markos Nádas, mondtak egy mondatot, és azon nevettél. Igen. Most jött egy még újabb generáció, mondasz egy szót, és már azon nevetünk. Igen, igen. Tegyük hozzá, ugye, hogy azért több mondjuk negatív része van ennek, ugye rengeteg káromkodás, és már a néha-néha az utálkozást is azért felismerem, de az a jó, hogy ezt te felismered, hiszen rengeteg olyan ember van, aki úgy veszem észre, hogy ezt nem ismeri fel, és próbálja felvenni ezt a fajta stílus. De én azt gondolom, a tiédé, most nézzük a piaci szempontokat, nézem ugye a Magyar TV retro csatornáján, rengetegszer ismétlik a műsoraidat, amiben te vagy. Igen. Én azt gondolom, ez mind a mai napig több esetben megállja a helyét. Nézd, tulajdonképpen nekem az volt beírva a televíziós belépőmbe évtizedekig keresztül. Bocsánat, Zsuzsika, hogy most így kihagyunk ebből a dolgokba, de csak nyugodtan. Nézőként. Jó néző, teljesen abszolút, teljesen. Van jegyet? Igen, megváltottam. Na, a lényeg az, hogy én tulajdonképpen nem, én most nagyon őszintén megmondom, hogy az van nekem a bizonyos közösség oldalam írva, hogy Ivos József népszórakoztató. Nehogy félre, és nem egy populáris pózolás ez. Nem mondom, miért mondom ezt. Nem vagyok színész, nem végeztem színifőiskolát, kirúgtak, nem tudok megjegyezni semmit a világon. Nem vagyok igazából már humorista se, mert most a mostani humoristák más humor csinálnak, jók, ügyesek, jobbak, csinálják ők. Nem vagyok igazából előadó művész sem, mert néha hadarok, néha pösze vagyok. Én gyakorlatilag egy olyan pasi vagyok, aki kiáll a színpadra, és a közönséggel együtt közösen játszunk. Szórakoztatom őket. Ez egy népszórakoztatás, amit csinálok. Mindenkit, minden korosztályt próbálok. Különböző kis számaimmal. Na most erről szól a dolog, és meg sok minden érdekel. Hát ugye mindig, még most is van, hogy földinek azt mondják, de Józsi azt mondja, a fiad író? Mondom, miért? Most nézem, ismétlik a kisvárost, és ott a fiad neve, mondom, az én vagyok. Tényleg. Te vagy a kisvár. Hát hogy kerülsz oda? Hát mondom, én írtam. De viccelj már, te humorista vagy. Hát mondom, nem, hát én író vagyok. Írogattak, írtam én drámát is, írtam én színpadi művet is, írtam. Tehát magyarul engem sok minden dolog érdekel. Na most az, hogy én véletlenül egyszer egy rádiókabar és számomnál kinomba főkötöttek velem egy fejkelnőt, hogy Józsi, menj fel a színpadra, mert nincsen szereplő, aki eljátsza ezt az idős néni figurát. És ebből kialakult ez az én imázsom, és hívtak a többi kollégák, de Jóska, gyere már fel. Lépünk ezzel a katolinizmusnak. Az egy érdekes dolog, szerencsé vagy szerencsétlenség, mindegy. Nyilván leszűített az én írói életemet, mert hát az Ivos a katolini, de ugyanakkor most, hogy jönnek el az ismétlések során a régi dolgaim, akkor mindenki mondja, ebbe is benne volt. Én mindenhova írtam. Tudod, volt időszak, amikor mindenhova írtam, és tudod, én mindig azt mondom, mire vagy a legbüszkébb az életemben. Én megmondom, mire vagyok a büszkébb. Arra vagyok a legbüszkébb, amikor Garas Dezső, aki nem akárki volt, egyszer azt mondta az egyik szeszélyes felvétel előtt, valami a szerepet, valami nem tudom mibe akkor, azt mondta, hogy gyerekek, marha egyszerű, persze nem most mondta régen, 90-es években, marha egyszerű, ide kell írni az Ivost, megírja, és ott majd nevetni fognak. Szóval ez a nagy dolog, hogy ezt el tudtam érni. Még akkor ő már túl volt nagyon sok mindenet. Na, lényeg az, legény anyán. Igen. Na most gyakorlatilag én gyakorlatilag, amikor megkértek a kisvárosra is, meg egyéb dologra, akkor azért kértek meg, hogy volt egy szerzői múltam már. És gyakorlatilag én ezeket felépítettem magam köré, ezeket a szerzői dolgokat, és most egy szempontból jó, most tisztességgel megmondom, mert tud róla az állam is, a megfelelő szervek, hogy én most a jogdíjaimból élek, kérem. Én most azért vagyok jó helyzetben, vagy jobb helyzetben néhány művésztársamnál, mert egyrészt azért, mert katonai név voltam, még mindig emlékeznek rám, másrészt nem csak
katonini voltam, hanem szerző is voltam. Igen. És nekem most ebből van a bevételem. Igen. Mellette pedig szívesen még bárhova is mennek, vagy fölismernek, vagy tudják ki vagyok, vagy hívnak Zsuzsika, vagy bárki, vagy az ország bármi részéről. Én azért még fölkadom a kendőt, ha kell a nyugdíjas napon, ha kell műsorvezetek, ha kell zsűrizek, mert most ilyen gasztrofesztiválokra is hívnak zsűrizni. Úgyhogy mindenben benne vagyok. Ez a gombosz például egész jó sikerült, megmondom neki. Igaz, jó, akármilyen, de majd azért nem maradni bele. De lényeg, igen, gőzgombot. De lényeg az, hogy tehát ebből élek. És a másik pedig az, akin tudok, segítek, aki meghív ilyen a lehetőségre. Ott vagyok, Zsuzsi megszólított az elsőként, odaadtam a nevemet ez a dologhoz, és szeretnék is, hiszek ebben, és szeretném is tovább is azt mondani, hogy és kérni a kedves nézőket arra, hogy segítsenek bennünk, nekem is, nekünk is, Zsuzsikának, gyerek, és főleg a gyerekeknek. Hiszen ennél szebb, csodálatosabb érzés nincs, adhatunk valamit. Kapni is jó érzés, nagyon tudom, de adni, nagyon-nagyon jó. Szerintem ez egy nagyon szép végszó volt, én köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk voltak, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.